Csak semmi mairé. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Szép napot kívánok én a stúdióból, köves Lomó Rabbival, és mai vendégünket, köszöntöm Zoltai Gusztávot, akivel lehet, hogy az egy óra kevés lenne végig beszélni. Nem csak az életedet, ugye Guszté, hanem talán az aktív korszakodat, ami eh, hol indul kulturális területen? Hát onnan kerültem a... Mazsi hiszhez, hiszhez onnan. Hiszhez. Mikor is? 87, 88? 88. Tehát előtte a Vigadónál voltál igazgató. a művészeti vezető. De te Komros János mellett dolgoztál, és sokáig hát művészeti titkára. 8 évig. Személy titkára voltam, meg... Nem csak kicsit felemelem a mikrofon, köszi. Oké, okay, köszönöm. És ez egy, ez egy olyan váltás volt, hogy rájöttél arra, hogy holokausz túlélőként neked dolgod van a zsidó közösségben, és akkor addig, addig törekedtél, amíg a mazsik, száz bejutottál, vagy egyszerűen csak valamire fölkértek? Nem kellett törekednem. <laughs> hát volt persze előzménye, hiszen én a háború után, tehát a felszorlás után másfél évig voltam egy bőniákivás ortodox otthonban, Rákossalván, ahol rajtam kívül nem volt magyar, hanem csak lengyel menekült árva gyerekek voltak, mint haszidók, szóta oda kerültem be. Mondjuk el a hallgatónak, hogy ez egy ilyen rehabilitációs segítségnyújtás volt. Hát, a holokausz túl hát, nem, nem, én akkor rögtön a gettó felszadulás után három nap múlva levittek vidékre ja. anyámnak egy nővéréhez, és ott éltem, de nagyon rossz gyerek voltam, nyilván nem bírtak velem, és hogy hogy kerültem pont ebbe az ortodox otthonba fogalmam sincsen, ami tulajdonképpen azon túlmenően, hogy az első elemit végeztem a Vesenyi utcai zsidóiskolába, és utána már vidéken egy évet, és úgy kerültem rákos alvára. Hány éves voltál akkor, amikor felszabadultál? Hát 35-ös vagyok, tehát 10 éves voltam. És ha, ha már így ebbe így, így belekérdeztünk, bele akkor ö, a háborút azt te Budapesten, a gettóban. Védett házba meg? először, aztán a gettóba, és a gettóból szabadultunk. Fő január 18-án, és már aznap hazamentem. És három de a, a haza hol volt? Szüleidem? A Hát szüleimet, a szüleimet a szüle, anyámat, apámat elpusztították. Budapestről? Budapesti vagy, Gusztin? Hát, újpesti tulajdonképpen. Tehát akkor onnan volt ugye, deportálás, és onnan elvitték. De nem Újpestre vittek el, hanem már akkor Pesten lakott az egész család, összeköltöztünk a Szövetség utcába, hmm. és onnan kerültünk be a védetházhoz, Akkor a apu már be volt, már munkaszolgálatra vonult hmm. be hmm. egy a cipője mai napig megvan, mert egy cipővel vitték el, mert előző wow. este leesett, ő orvosi műszerész volt, de akkor már az Alcman Textiles-nél volt ilyen munkás, és a tetejéről a kocsinak leesett, és idáig volt gipszelve. úgy kísért, és ki úgy, ő, ki... úgy kísértük ki őt a. Még és ez rossz... mi ez, 44. november, vagy mi? Hát igen. Tehát igen. már a, a, a... későn? Tehát már annyira korszakban. Még nem, akkor mm -hmm. még nem volt annyi nascskorszak, akkor még én, a, anyám még akkor kijárt az Egyesült Izóba dolgozott, mm -hmm. és őt leszették, a, az összes zsidót leszették egy a villamosról, a... és akkor kivitték őket az Óbudai téglagyárba. Mm -hmm. De onnan meg tudott szökni, még hazajött. Mm -hmm. De csak egy napot volt otthon, mert közben már üritették ki a a védett védett házakat is. Ez a, uh -huh. lakás, a ház, ahol laktunk, a Szövetség utca 36-ban, ez csillagos ház volt, csupa zsidó lakott. Egy nyilas lakott, meg két vagy három nem zsidó. Uh -huh. És be, 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 nem tudtuk megszerezni ezt a bizonyos védlevelet, ami kellett, a sucspasz uh -huh. vagy minek hívták. Hát, És aztán a apám, any, apám hugának a férje, aki Pesten volt munkaszolgálatos, ahol a Hungária fürdő volt, most valami arab szálloda van. Zara -szálod. Zara -szálod. Igen. Oda, ott, ott voltak elszállásolva, és valahogy meg tudta szerezni, a, mert ő közölt, hogy ő megy a gyereke után, három éves volt a kisfia feleségével, vitték el őket, arcsütbát szegény hiába ment utánuk, mert az a gázba voltak és ő megszerezte a védlevelet nekünk, és akkor beköltöztünk ott, ahol most a Zsilip van, az újpesti rakpart Abba a házba költöfökön? Nem a hétbe, a újpesti rakpart engyel hét, egyen ott voltunk. Mellette volt a Portugál nagykövetség, amelyik szintén védett uh házakat. -huh. Hát védettház ott védettház és tudom, a legfelső emeleten voltunk, valami 25-en egy szobába, de utána már leköltöztünk a pincébe. Ez nagyon bombabiztos beton pince volt, nagyon sokan voltunk, és ott pont három hetet voltunk. És a... akkor egy pillanat nekem, te már a nagyszüleiddel voltál? Amikor ott nem, kell... a nagyszüleim már nem voltak. Tehát kivel voltál? A nap, apámnak a, a, legidősebb ugáva, nővérével, uh -huh. aki hát úgy maradt otthon, hogy ők tizenvalahányan voltak apám, még testvérek. Uh -huh. És együtt lakott a család, mert Óbudai, a apai ág az Óbudai volt, a Raktár uh -huh. uh -huh. laktak. És Nagymama, mert hát fiatal volt, hiszen az első világháborúban halt meg a nagypapa, uh -huh. nem is ismertük a tífuszba, uh -huh. és ő tartotta el a hét gyereket. Wow. A legkisebb ilyen karonlő volt, uh -huh. szóval rette újságot hordott ki, meg mitől, miket csinált. És akkor ö, a legidősebb lánya az az nem ment férhez, hanem az anyját, a nagymamát kezelte, vagy kezel, ápolta, meg minden, az egész családnak éltő, és ők ővel össze voltunk költözve, Újpestről beköltöztünk, mind a három, a még Pesti két testvér is, és reggel hajnalban jöttek a nyilasok, verték a kolompot, le kellett menni, de akkor már nem volt zsidó a ház, vagy csak két család, akiknek nem volt pénzük elköltözni, uh -huh. és a szomszédunk volt, a szegény hájbácsi, akinek a fiát három hét múlva avatták volna Rabivá, mielőtt wow. elvitték Auschwitzba, és ő, ő, ők utánuk mentünk a újpesti rakpart hétbe, és akkor ott töltöttünk a, én fönn az emeleten egy pár napot, de aztán én féltem, és lementünk a pincébe, és ott is egy csoda, hogy megmaradtunk, ott már apám testvérének a fia, az unokölcsön, aki tavaly előtt halt meg, vele együtt, ő is ott volt, meg a nagyné, nagy, unoka nővérem nagymama is velünk volt, még a apai ági nagymama, anyait a szalsvízba vitték, és a lényeg, hogy a, 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 a ültünk ott a pincébe, és egyszer csak lejött egy balonkabátos férfi lerohant, és csak annyit mondani, hogy ne áruljatok el. És leült, és a öt perc múlva megjöttek a fegyveres nyilasok, elkezdtek kiabálni, ki volt, aki lejött. Hát nem mondták, vagy nem mondtuk uh -huh. meg, hát mi nem is tudtuk gyerekek. Az öcsém egy fél évvel volt, kilenc hónappal volt fiatalabb, mint én az unokaöcsém, öcsém. És Lényege az, hogy a magától aztán, amikor megfenyegette a nyilas, fölrobbantja a pincét, akkor a pacák fölállt önállóan, és mondta, hogy én voltam. Elvitték, hát a lépcsőben hallottuk, hogy agyonlőtték wow. őt. És aztán jött egy bizonyos reggel, amikor sorakoztattak bennünket, hát ez január 18-a előtt körülbelül két héttel lehetett, borzalmas nagy tél volt. A nagyon hideg tél, tehát 45 januárban. De akkor már volt mégis menne veletek, vagy az eltűnt De Sziába volt. De már, már kírite, Akkor már akkor ki az Rőn, egész. Tereltek be mindenkit a nagy gettóba. És Igen, akkor... és méghozzá úgy, hogy úgy kellett mennünk, hogy végig a körúton és tulajdonképpen a Kertész utca sarkán, Dob utca sarkán mentünk be, és a, gettó palánk az a, a fészeknek volt, a oldalában volt, volt. És de úgy kellett mennünk, hogy feltett kézzel, a, hát végig, a fotót Dunapartal végig, a a út közben, és közben jöttek ezek a raták, amik lövöldöztek ezek a harci gépek. Ezek szóval a nyilass... már az ostrom részeként, vagy a városost. Hát város a az... Az orosz... hát, karácsonykor már körbezárták Budapestet az és, oroszok, és akkor már és elindultak a A, a, a nyilasok berohantak olyankor a kapu alá, mi meg ott álltunk. És akkor bevittek bennünket a hogy hívják, borzalmas hideg volt, emlékszem rá, és hát hiányos öltözeten volt, hogy miért, azt senki nem tudja megmondani, borzalmasan fáztam, és a Klauzátére leültettek mindenkit, több ezeren voltunk, hát ott van a Klauzátéri mártíroknak a tömegsírja a Rákos keresztúron, csak azt mondták a nyilasok, hogy nagy hó volt, és elmennek, megcsinálják nekünk a szállást, mindenki maradjon ott. És én pedig szegény nagynémet szekíroztam, mert hát szégyen nem szégyen, az idegsesség, a fázás, a minden, összecsináltam magamat, és úgy ültünk, és akkor addig szekíroztam, hogy bementünk az első házba, de hát a zsidók nem engedtek, azt mondták, hogy itt nincs hely és akkor a következőbe be tudtunk menni úgy, hogy nem a rendes óvóhelyre, hanem valamikor voltak ezek a fiókok, tehát ilyen fiatalok vagytok, nem emlékeztek rá. Tüzé... igen. A tüzelőanyag értékesítő. a lejárat. Igen, ilyen pincékbe. Na, igen. És hát oda vittek, be volt falazza, vagy be volt mit tudom én mit csinálva, és akkor oda vittek be bennünket, és ott 70-en voltunk abba a bizonyos pincébe. Hm. Én nem tudom, hogy honnan hoztak kaját, arra már nem emlékszem, csak tudom, hogy valamit mindig kaptunk, és ott ültünk olyan szorosan, egy ilyen a falhoz volt téve ilyen deszka, a hátunkat a falnak támasztottuk, és egyszer csak a nagymama szegény, aki akkor pedig hát nem volt a nagyon hogy 80-valahány éves volt, kapott egy idegláz, és félrebeszélt, és ordított. És akkor jött a rangidős szegény, úgy hívták, hogy gyárfás, hát emlékszem rá, hm. újságíró volt, és a feleségével volt ott, és akkor odaírták a lányát, a nagynénémet, és azt mondták neki, hogy itt most 70 vagy 80 ember életéről van szó, meg kell folytani a nagymamát, mert különben az utcára kihallatszott minden, meg be is hallatszott minden. Na most mi azért menekültünk meg, mert a ház kapott egy olyan, tá olyan aknatámadást, hogy a teljes eleje bedőlt. A homlokzati rész. De teljesen, Utcai. ez pont szembe van a, a Ortodokszid közszékház, uh -huh. most a széke... egy üles telek van, vagy nem tudom, most talán már parkoló, vagy micsoda, és úgyhogy nem tudták, hogy ott vannak, uh -huh. mert minden nap jöttek a, ezek a nyilasok, meg a rendőrök, meg a csendőrök, mit tudom én, kicsodák, és vittek el egy a viszonylag fiatalokat, tehát nem volt fiatal, azok már férfi se volt, csak gyerekek voltunk, és akkor ott dekkoltunk, úgyhogy nem volt szabad meg sem mozdulni. Ki se tudtunk menni át. Ott ültünk, be, csináltunk mindent. És akkor kérlek szépen, hát csoda történt. A nagymama minden ok nélkül egy alatt fölállt, föl, és utána még élt 12 éve. Ah, és kérlek szépen, 18-án egyszer csak csend lett, olyan, hogy nem hallottuk a lövöldözés, semmit, és nem tudtuk, mi jobban meg voltunk rémülve. És aztán a falon kopogások, olyan zörgetés hallottunk, hát kiderült, hogy a oroszok a vészkiáratokat bontották ki, és azon keresztül jöttek. És akkor a legelső oroszt megláttuk, hát onnan tudtuk, hogy orosz, hogy a vörös csillagos usánkát mm. lehetett látni legelőször, és akkor mindjárt kaptunk csokoládét, meg mit tudom, én, minden. Ez azt jelenti, hogy az oroszok eléggé tisztában lehettek azzal, hogy itt a gettóban, hát a romok a... mögött él élnek emberek. Hát még. De nem azért jöttek, a németeket keresték. Ja, el... ja, azt hittem, hogy a gettó. Nem, hogy látták. titeket nem keverték össze a németekkel. Ez elég egyértelmű volt, volt. Hát ráadásul ez, aki vezette őket, ez egy zsidó, uh -huh. örmény zsidó. Mint a történetekben, hogy akkor ez, igen. Ő szólalt meg, igen. Ő mondjuk örményként. Ezt hát, mindenhol meg lehet találni. Igen és akkor már aznap hazamentünk a Szövetség utcában És akkor te benne tudatosult, hogy a szüleid már nincsenek? Hát nem tudtam. Vagy mikor tudtad meg mennyivel a háború után? Vagy... Hát, na, elég sokáig, mert megjelent egy, volt egy úgynevezett deportált újság, és abban azt írták, hogy túlélte a Auschwitzot, és ö, Svédországba vitték őket, feljavított táborba, Igen. és ott halt éhen. Uh -huh. És még a Kardos Péter főrabi űr, aki egyébként ott volt rabi, annak idején Svédország, illetve Malmőbe vagy hol, nem tudom. Ott De mikor? A után. háború után? Háború után. De a Kandos Kandos Péter Kardos, olyan Péter olyan idős, hogy ő a háború Kardos után már 80, mi volt? 85 éves. Ő is olyan jól tartja magát, mint te. a 85 éves. Én én nagy fél éve vagyok idősebb. Akkor jóval, a, de háború várják, akkor jóval a háború után. Igen, persze. tehát akkor ő, nem rögtön háború 60-as évek Az elnöke az magyar származás volt, és azon keresztül a Péter segítette a nyomra, és ők azt mondták, hogy a... Ja, később ők nyomozták persze, ki, és akkor azt nyomozták ki, hogy eljutott haza oda. felé, Svédországból ja. akkor halt meg. Már, Tehát aztán már kiderült, hogy ez nem igaz, mert egyrészt nem volt Alpsvízben, illetve volt két napig, de ő bergen Zemben volt, a tifusz mm. és ott szabadult. Azt meg onnan tudtuk meg, hogy, hogy jött ez a kárpotlási dolog, én nagyon összebarátkoztam a a Rozeni levéltárnak az igazgatójával. Itt a német követségen, NDK követségén találkoztunk először, és intéztük a zsidó ügyeket, és ő megnézte és megküldte a teljes adatot, innen tudta meg anyám Héber nevét, uh -huh. és kiderült, hogy megérte a felszabadulás bergen és bevitték az ottani katona, angol katonai kórházba, és ott két nap múlva halt meg. Uh -huh. És én, mikor kimentem a bergen ünnepségre, akkor megtalál, megkerestük a, a, a temetőt, ahol mondták, hogy meghalt lübegbe, és azóta az az e-mail címem, és megtaláltuk a sírt, ráadásul nem én találtam meg, valami 25 vagy 30 olyan egyforma fél kőtábla műkő volt, és megérkeztünk a rendőrség. És névvel ott volt a... Igen. A nevek egymás alatt gondolom. É, nem, nem, mindenkinek. Külön, külön sírja volt mindenkinek. És ez a, ottani zsidó temető. Oh. Most ha szabad ilyet mondani, temető szép, az gyönyörű volt, ápolt volt, minden de hát nem tudtunk bejutni, mert nagyon magas volt a kerítés, még beugorni be tudtunk volna, csak kijönni nem tudtunk volna, mert nagyon mélyen. És közben eszembe jutott, hogy láttuk menet közben, hogy jöttünk egy, a rendőrös, és bementünk a rendőrségre. Hát igen, ám, de sebesz volt, szombat volt, és magyaráztam, hogy egy idős rendőr volt bent, kint meg egy fiatal, vagy fordítva. És akkor elkezdett velem kiabálni, hogy hagyjam őt békibe, nem lehet bemenni, meg mit tudom én, itt nem volt semmi, és akkor a fiatal kijött, jöjj, gyertek ki, ránk szólt, gyertek, a Lanz voltam, gyertek ki, kimentünk, és az ajtóban azt mondta, hogy gyertek, mi, mi nálunk van a kulcs, mert mi vigyázunk a temetőre, beviszlek benneteket. Ja. Bevitt bennünket, és kezdtem nézni, nem találtam meg. És egyszer csak elkezdett ez a nagy darab szőke, kék néger, viszonylag fiatal rendőr, azt mondja, gyere itt van, ő találtam. Héber neve volt fenn? Nem, nem. nem, nem Mond egy nem. kicsit, most tényleg ez az egy műsor az nem lenne elég, és ez egy nagyon személyes és, és intim történet, amit most a holokhoz kapcsán mondtál, de hogyha most előre szaladunk egy kicsit az időben, akkor a te, a családod mennyire volt vallásos, és neked amúgy a zsidóság Ilyen élmények után az 50-es, 60-as, 70-es mit jelentett, mi volt? A... Nem volt a, csalá a családom eredetileg vallásos, hát a mezize kim volt az ajtón, meg a brisz minden fiúnak. De ha meg... valaha egészen déd vagyük szülőkig menően, akkor mennyire? Nem én, hanem ha unoka öcsémnek az apja, még közvetlenül a felszab... a háború, mikor már kezdődtek az űrök, akkor ment a levéltárba és kikereste, Honnan jöttetek? hát kiderült, hogy a, gyorsan el is abba is hagytuk a kutatást. Kiderült, hogy a család izéből na, hogy hívják az ortodoxoknak azt a fajtáját, Lengyelország. Galiciai. Galiciai. Galiciából Galiciai. Jöttek, Galiciai. Galiciai. Úgyhogy gyorsan a, a 17. században jött a Cuká, úgyhogy abban is. <laughs> nem megyünk tovább. Szóval, hogy nem volt, a vallás nem volt nem, font, hát néz, nem a, volt a, nagyon része az életnek. Azt a hagyományozó család volt. Mm -hmm. igen. Úgy... és a háború után bocsánat, ezekkel az szombatot él... Nem. Nem. Tehát szombatot nem tartottatok. És a háború után ezekkel az élményekkel, hogy árva gyerekként, meg szüleidet elveszítve, meg ezzel a borzasztó élménnyel, gondolom tíz évesen azért ez elég meghatározó lett utána az életedben. Mit jelentett neked ez, ez, ez a teher így 50, az 50-es, 60-as, 70-es években? És egyáltalán hogy jutottál oda, hogy aztán 80 as években a, a sipuca 12 körül. Úgy, Kezte ez el. a jó hosszú évet írunk le. Jó, nem, de hát muszáj, mert még 5 percünk van a, a hírekig, hírekig, tehát, hogy igen. valami. De akkor, akkor a háború után közvetlenül beszéljünk. Na, hát nagyon most, fiatal. 10 éves, éves, éves voltál 45-ben, 20 éves, éves voltál 55-ben, voltak katona? Há, Hogyne 3 év és egy hónap. Akkor jön. még nyilván mindenki kapaszolta. Persze, aha. Igen. Ezeknél a családoknál fele fel arányban azt tapasztaltuk, hogy a családok vagy baloldalra csatlakoztak a kommunista párthoz a felszabadulás okán, mert az életüket ennek a szovjet hadseregnek köszönhették. Ha nem is ilyen direktben gondolták végig, de ez egy automatikus baratoródás jelentett, más családok pedig őrizték a polgári hagyományt, ti mit csináltál, a, a te életedbe bocsánat. Hát, hát te, egy sejt nem is egy is volt ott hát. a családba, akkor már csak nők voltak. Hát nem igen, tett, igen, igen, csak nem te voltál volt, egy a Én voltam, én akkor mondom, lekedtem ültem vidékre másfél évig, a második osztályt végeztem, és nem adták ki a bizonyítványomat, mert nem volt, aki tanítson hittan, és akkor át kellett járnom Monorra minden héten kétszer, és egy idős Gábe, aki visszajött Monorra, azt tanított meg olvasni, hát nem tudtam olvasni se. Mm -hmm. És aztán, mikor Rákosfalvára kerültem, hát ott aztán belém verték a szó legszorosabb értelmébe, észrevették, hát én is hajlongtam a többiekkel, mert Ándan imádkozta. <laughs> De azt sem tudtad, tartanak a ezt, szövegben. És rossz, egyszer el, bo, elméláztam, és rosszul lapoztam, és oda jött hozzám a hívták a tanárt, azt és kiderült, hogy nem, nem tudsz. És akkor becsuktak egy szobába, tíz napig sós vizet és kenyeret kaptam, és akkor megtanultam. Hát ez egy alia felkészítő tábor volt. És aztán végül miért nem aliáztál? Hát ez egy külön történet. Tudták, hogy nekem van gyámom, hát akkor már nagynéném hivatalosan a gyámom volt. Jöttek látogatni, tehát tudták, hogy nem vagyok egyedül és alá kellett iratnom egy nyilatkozatot, hogy vigyem haza, és hát nem vittem haza, hanem alá <laughs> És végül, végül a vonatról szedtek le a keletibe, mert Romániába mentek, és ott, o, ott, igen. ott onnan mentek Ontan hajóval. Mentek Na, most hát tényleg az ember csak sztorikat tud mondani, hogy az ember minek köszönheti az életét, és hogy mióta hiszek a csodába. Ez a társaságot, a cipruson a, a hajót, elsülyeztették az angolok. Wow. Úgyhogy valami 12 ketten maradtak életben, többek között egy ortodox, nagyon fiatal házas pár, akik aztán rákba laktak, meglátogattam minden alkalommal, amikor kint voltam, és már nagyon sokat voltam kint. És Szóval végül is Egyébként, az isteni éjtos, kés volt benne, hogy, és hogy el leszettek és a és Amikor elmentek, megkapták a certifikátot a beutazásra, akkor én bekerültem az árvaházba, az árvaházba, a hitkösség árvázába, a fasorba, mert az unoköcsém akkor már ott volt. Aha. És hát ott én voltam a zseni, mert én mindent tudtam a vallásról, én mindent velem csináltam. Már is tudtál olvasni? Hát tudtam olvasni, meg tudtam az imákat, hát azért. Akkor minden... már igen. Már mm -hmm. mindent megtanultam. Mert csak egyetlen kérdés még a hírek előtt, mert egy percünk van Zoltai Gusztávhoz, hogy erről a drámáról, hogy az a hajó, amire majdnem te is felkerültél, ezt az angolok elsiesztették, erről mikor értesültél? Hát ezt nem tudom megmondani, de jóval később. Jóval később, jóval és akkor később. gondoltad végig, hogy hoppá. Igen ez is egy isteni szerencse volt az életedben. És még van jó néhány fordulat, amiről fogunk beszélgetni Zoltai Gusztával. És egy sorozatot kell csinálunk majd csinálni az érzésen. <laughs> majd a hírek után. Folytatjuk. Ja, közben nem néztem, de ha van kedvük, akkor a 30-30-30-953-as SMS telefonon hagyhatnak nekünk üzenetet, hozzászólhatnak, és majd figyeljük az üzenőfalunkat, hogyha olyasmi adódik, akkor Zoltai Gusztáv is tud rá válaszolni, vagy mi is a végén összeszedjük. Most még egyelőre nem, de nem is küldtem meghívót, akkor ez a meghívó 30-30-953-as számon SMS-t küldhetnek. Csak semmi mai Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Zoltai Gusztáv a vendégünk köves Lomóval itt a stúdióban, és hát végig mesélte a gyerekkorodat és hányatatásaitokat, és a háború utáni korszakról kezdtünk volna már éppen beszélgetni, és közben mondtam, hogy hogy hava hallgatók az SMS falon hagyhatnak üzenetet, kettő érkezett, már is rögtön, de hát ez mind Zoltai Gusztávnak szór, sok szeretettel gondolok rád, kedves Guszti, üdv jó egészséget Balú a Betlentérről, és most jött a mikroszkóptól, szeretlek Zoltai Lázárkati Hmm. Ebből most már is odaugrunk, hogy a háború után fiatal, ugye voltál katona, akkor még három évre vittek el, de most épp a hírek alatt azt mesélted, hogy bárhogy alakult az életed, akárhol voltál, voltál katona, voltál különböző kulturális intézetekben, voltál egy rövid ideig munkásör, hogy világ életedbe egy templomba jártál akkor is, a legvadabb kommunista időkben. Olyannyira. nem igen. vágták a fejet, ez hogy nem, te mit csinál? Nem, soha nem volt ebből nekem problémám. Az az igazság, hogy a szomszédunkban ez a bácsi, akinek a rabi, lett volna a fia, mielőtt rossz, már nagyon öreg volt, és beívott és egy ilyen tipikus öreg ortodox bácsi volt, és nekem adta a borotváját, meg nem tudom még micsodát, és nekem adta a Dohánycai templom örökülését. Amit én minden Aha. évben bementem, a siputcába pár forintért kiváltottam. Hmm. És egyszer, hát félve mentem, be, be kell, hogy mondjam, iszonyú tömeg volt akkor a dohány előtt és a kipa a kezembe szorítottam, és nem mertem bemenni, vártam, minden tömeg jött, akkor bementem velük, és még az helyemet is róma középső patsornak a harmadik sora elgyesszék volt az enyém. És leültem, fölnéztem, és azt hittem, hogy megnyílik a föld alattam, a célnak az öccse aki Bécsbe élt egyébként a farmeros, Acél Györgynek. De honnan ismerted Acél György öcsét, vagy? Acél György a testvérjét a mikroszkóbból. Aha. Ah. És, és ez, ez megdöbbentő volt, hogy ő beszél hát a vártországban. és akkor, hogy rám hogy most mit vagy megijedve, ha én itt vagyok. <laughs> hát a szereg... de aztán később én tudom, hogy te Acélnak meg is mondtad ezt, hogy maga is zsidó, ez egy érdekes volt, fezelme... de ezt majd később. <laughs> hát de azért mondd el, mert nem ismerem a Ez, ez de... nagyon jó történet. Hát az volt a történet, hogy én annyira ismert engem az Acél, hogy a mikroszkóba töltötte minden szilvesztert a feleségével és a kádára, meg a feleségével. És hát hivatalból nekem kellett fogadni, én voltam a mikroszkópnak a művészeti titkára, meg a komos titkára, és mentem eléjük, vártam őket, hogy az lenni szokott szünetbe, én ültem velük a, a, egy pár percet, mert a komos csak előadás végén fogadt őket, és hát így ismert az acél, és amikor megtudták, hogy én a, elmész a, a zsidókhoz, a, zsidókhoz, a, az acél. cél. -e Jó, ja, hatal... hogy mi ez a 80 végén, amikor elkezdtél a... a, a mi is, hogy megtudták, hogy mész a zsidókhoz? Ez, ez... ez, amikor mentem a hitkös... A... Ja, amikor mikor... elmentél a mikroszkópból átmenni a hitkösségbe dolgozni. Felkérték a, a mazsihízből, hogy, hogy nem. vállalja el ott a kulturális titkárságot, hogy hát valami nem, ilyen nem hát akkor mindent ígértek, de aztán semmit nem Na tősítem. jó, mindent. ez de... mindjárt rátérünk, és, akkor, akkor elment, túl... az acél, és azt mondta... Az acél, és annyit mondott nekem, nagyon le se ültetett, hogy hát maga nem normális, egy politikai színháznak a második ember, a vigadónak a második embere, és ott hagyja, és elmegy a zsidókhoz. És én akkor már forró fejű voltam, meg nem gondolkoztam, és azt mondtam neki, hogy a ne arra ugyan úgy tudom, hogy is ott kezdte. Tudnék, hogy a tudni, volt hát az, omiké, segítszínés segítszínés az, az volt az omikében, Jó, És ezt a történetet is. És akkor hogy rám nézett, na takarodjon, ennyi volt a búcsú. és sokat akkor tudtál róla. És akkor tényleg ez hogy alakult? Ez melyik év, milyen évet írunk, amikor fölkértek a mi jogból, hogy legyen? Amikor el... az 50 éves évforduló volt. A holokauszt hát, évforduló, igen, tehát ez akkor... Akkor már vigadós voltam. És, ez nem 50 éves, ez tessé? nem inkább a 40 éves, nem? Hát akkor 40, 84, 84. igen. Nem 94, 80 nem, 84, 84. Akkor a 40 éves. 40 éves, éves. És akkor fölkértek engem, hogy a, szervezzek meg egy olyan emlékműsort a gettó felszorolásának az évfordulójárat, akkor már kicsit enyhültek a dolgok, csak megmondta az, az acél megkaptam az üzenetet, hogy vegyem magam, Iglódi Pistát vettem szegény magam elé, meg a Szántó Erika gramaturgot, nem magam elé, szóval ők ott voltak, és akkor kitaláltuk a dolgot, csak azt kérték, hogy ne legyen benne jídlizés, ne legyen benne zsidó. Hát én ne be... legyen túl zsidós. Bár én ezt nem nagyon tudtam tetszik. ellenállni, de Mert... az volt a megrendelés, hogy csinálj emlékműsort a Ghetto-ról. Hát ezt nem így direkt bemondták. Be, hát... meg su sugárdák, hogy ne nagyon dajdajozzatok, hogy mit mondtak. Ezt még egyszer kaptam ilyet, amikor elhoztam először Izraelből a kamarazenekart, akkor ugyanez, nem engedtek propagandát csinálni, és mm -hmm. meg kellett tölteni a kongressz. Szóval, legyen emlékezés, de ne legyen túl zsidós. Igen. Jewish és akkor, és akkor <laughs> az Amerikót ott csinálta a díszletet, Ah. Óriál, millió pénzt kaptunk akkor a céléktól, nem tudom már mennyit, de nagyon, és akkor nagyon nagy pénz. És aki élt és mozgott, az ebbe a műsorba fellépett. És nagyon érdekes volt, mert rengeteg hát a nézőknek a nagy része persze zsidó volt, tele volt a minden a vigadó, kétszer ilyet, több ilyet csináltam aztán mikor a vigadóba kerültem, akkor csináltam a kántor koncerteket, meg minden hmm. kezdtem csinálni, akkor át, meg a cigány én csináltam. Ne fokoz, mondták, gondolom a pártközpontban, elég lesz. Igen. Na most az, az, volt a baj, hogy a igródiék kitalálták, hogy a színpad rendező jobb oldalára került egy dobogó, oda fölkerült egy székelykórus. kórus. A bal oldalon ugyanúgy egy meg a Goldmark kórus és hát nagy de nagyon nagy siker volt. És akkor és gondolom, kivonult a miok vezetés, és nagyon tetszett nem nekik. Nem miok volt akkor, még miói. Miói. A miói, és nagyon tetszett nekik. Igen, de nem reagálták le. Szóval hmm. én nem voltak. Amikor végül is egy műsor miatt lettem a mazsíszes, aznak, az akkor, is sem, akkor volt még mi, akkor miok volt amikor a Tony Curtis féle Emmanuel fának az emlékműsorát és egyebeket, azt én bonyolítottam. De ez mi, ez 88? 80... Az már 87-ben. 88-ban volt, igen. Uh -huh. Akkor kerültem aztán a hitkeséget. És akkor a Kellerrel... A... Aztán mondjuk el a meg, hogy ki volt ez a Keller. Keller László volt, a, egy salgotarjáni zsidó volt, aki aztán Amerikába került, és ő lett a Zsidó Világkongresszus kelet-európai igazgatója. És akkor megcsinálták Magyarországon az irodát, és ők, ők hozták tulajdonképpen a Maloványit először Pestre, uh -huh. meg, és a Tony Curtis is jött velük. Hát mindenki azt, hogy a Tony curtis mennyi pénzt kaptunk, nem kaptunk egy fillét se, egy festményt ajándékozott. Csak egy városi legenda, mert tényleg ez mindig egy árva. Ez az érdeklődést. Egy, egy árva fillét miért nem adott. Uh -huh. A kellerék ez mind a Dohány utcai a felújításának a kapcsán ér, volt, nem? Mert nem, az emlékfán... Az még nem volt. Hát nem, hát akkor az, az már volt der, volna, és az nem? Később, Hát nem jön. volt pénz, hát egy, a bakos, vagy a keller adott annyi pénzt akkor a hitközségnek, hogy egy ilyen sodrony tettő álmenyezetet Megfogja, megfogja. Mert a... hullott le minden. És uh -huh. úgy működött a dohány. Uh -huh és az Emána -al alapítvány hát nem adott pénzt. Hát ez... És akkor oda hívtak? Ö... É, nem, és akkor megcsináltak ezt a Műsor. bizonyos gála a Tony Curtis is fellép, fellépett, fellép, megjelent a színpadon, köszönt. Ez hol volt már teremben, vagy a vigadóban? a uh -huh. És hát ott álltam a Szünetbe mentem ki, a Bakos a Keller ott álltak, Bakos volt a miok elnöke akkor, vagy mi nem volt? Nem, az el? elnöke, hát gyakorlatilag... Az Ejfer bácsi volt, vagy nem, néni? Nem, akkor vagy... már a Losonci volt. Ahogy uh hívják, -huh. volt ő a, 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 a ügyvezető, nem ügyvezető, ő volt, de igen, az ügyvezető alelnök volt, de hát gyakorlatilag az ő kezében volt majdnem minden, meg hát a Bárdi uh -huh. volt a fő Mahinátor. Uh -huh akkor már Szejfetné is ott volt, szegény Gonda Gyuri, aki fiatalon meghalt. Ne el a nevekben, és mert akkor, már most nem tudom, hol tartunk e, 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 vissza bár, kör, de a az, az, hogy oda, volt. Oda, oda jöttek hozzá. Oda jöttek, beszélgettünk, mondta... gratuláltak, stb. És ugye, oda jött a nem fogom tudni a nevet mondani, sajnálom, már többször megakadtam ezzel. Azt tudom, hogy kinek volt a fia, de azt meg nem akarom bemondani. Oda jött a Vadas Verának volt a titkára, aki akkor a vadas a Belkereső Minisztérium propagandosztálynak uh -huh. volt a vezetője. És ő szervezték ezt az egész ezt műsort, vagy programot? Az egész uh -huh. programot. Tehát nem csak több műsort csináltunk, és akkor ez oda jött ez a srác, hogy a. Bocsánat, Keller úr, az oltalértárs, az államtitkár úr akar beszélni. És a Keller egy nagyképű ember volt, aki megszólalt, hogy akar valamit, az államtitkár úr jöjjön ide. Államtitkár úr meg is érkezett. Nem érdekes a neve, sajnos már nem él. És akkor belkereskedelmi államtitkár volt, és akkor annyit mondott, hogy Zoltai úr nagyon sok jót hallottam magáról, de most én is meggyőzöttem róla, legyen szes, fáradjon be hozzám hétfőn, mert mit tudom, másnap reggel, kinevezem önt a tavaszi fesztivál vezetőjének. Hát az akkor akkora dolog volt, és hát még kölyök voltam, hát legalábbis a mai koromhoz képest kölyök voltam. És akkor Keller annélkül velem egy szót szóltak volna, megszólalt államtitkáról, elkésett az Zolta úr már a miénk, de én nem tudtam semmi. Adnak, vesznek. És akkor másnap bementem a Bakoshoz, Isten nyugosztalja a szegényt, két és fél órát váltam az folyosón, és a Szilágyi Gyuri jött, akkor az új életnek volt a főszerkesztője, vagy ott dolgozott, és meglátott, azt mondja, mi van be, mit keresel itt? Mondom, te képzeld, de behívtak. Már itt állok két óra. És azt mondja, ezeket meg kell szokni. Két órát várattak, és akkor elkezdte, hogy akkor nem lehet csak félállásba idejönni, Mondom, ne arra én már bejelentettem, és nem én jelentkeztem maguk, hívtak, hát akkor egy más rendszer volt. És akkor kiderült, de hát ez utólag nem mondták meg, aztán amikor meghalt a, nem tudom ki halt meg, akkor elmondta a bakos nekem, hogy kaptak egy jelzést az állami hogy a állami egyházi hivataltól, hogy az oltait nem vehetik föl, mert az oltait cionista. Éberszámban hát hát lehettél, meg a Vigadóban. Hát, hát ez, ez meg de... hát ez, Hát ez lényegesen később És akkor bekerült. Már szétesőbe volt az egyház hivatal, de még megvolt, uh -huh. még működött. De végülis mégis fölvettek, és akkor... Fölvettek, iszonyatos megalázó feltételekkel, a pénzelt már ne is beszéljünk, nem volt beosztásom és hm. aztán a bakos megsajnált, és a veje vagy ilyen. És mennyi idő volt az már hogy csak most uh, gyorsan adunk az időben, de innentől odáig, hogy a mazsisz uh, ügyvezető igazgatója lettél, ez mennyi idő volt? Fél év? Másfél év? Hát egy év legalább. Akkor Közben jött, volt a rendszerváltás? Jött a rendszerváltás, és jött az első választás. Uh -huh. Már a hitkösségen a választás, és uh, akkor a Söner főrabi úr kitalálta, hogy reálták ezt a beosztást hogy ügyvezető igazgató ami nem volt aztán főtitkár volt uh -huh. az a Zéné volt a seifert név volt az ilike uh -huh. És, és, akkor ez egy áramvonalasabb név volt aki idején, egy beosztás, ügyvezető igazgató, és akkor ezt Nem tudom, ezt ez, ez nem, 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 soha aztán nem beszéltünk erről a Sönerrel, de hát én el voltam könyvelve, mint a Söner Káder holott. Hát jó, jó kapcsolatom volt vele, ismertem őt, meg Tudom, ő én. volt a dohánynak akkor a főrabbi, ugye? Ő, per, meg hát a rabi testület. Ja, elnök, elnök, elnök volt, igen. Ugye az, hogy ügyvezető igazgató, az egy ilyen normális, hétköznapi értelemben az ember azt gondolja, hogy akkor ez igazsági és menedzseri hát munka. Minden, hát De ez, ez is volt, nem? De lényegében. A munkáltatója mindenkinek a, a rabiktól a, kezdve. És mindenkinek. akkor ezt, ezt kitalálta a Sönel Főrabi úr, és rögtön és meg is választotta. Me, volt igen. más jelölt rajtad kívül? Azt hiszem, hogy volt, a Isten nyugosztalja, a szegény Kármán Gyuri, az orgonista, uh -huh. aki szintén ismert. És, és amikor most ez 1990, ugye? Akkor volt az első választás. Mazsi vagy akkor még miok? Mi ok, el, mi, választ, igaz, mi, mi, volt, mi volt a fejedben, hogy most mit kell kezdeni ezzel az egésszel? És... Ezt nem tudom neked, illetve nem, én tudom, amikor végül is oda kerültem a községhez, én nem vagyok egy érzelműs ember, de amikor megérkeztem a Siputcába, iszonyatosra nézett ki a Siputca, akkor rendetlenség volt, romos volt. hogy már... szóval megfagyott minden 45 után. De nem, nem? azért, igen. amiatt, mert az volt az akkori vezetésnek a elképzelése, hogy na, jönnek az amerikai gazdag milliósok, és ha látják, hogy rend van, akkor... Szóval, nem rakunk rendet, hát ha megesik a szívük rajtuk, na, és a rettes hát, mennyiségű hát, pénzt Ne nevessünk ezen, mert nem volt állami támogatás, meg semmi hogy nem, volt. Hogy nem volt. Hát hol volt? Nem volt egyházi támogatás akkor. Tehát 90 előtt nem volt nem, egyházi nem, támogatás. Hát, nem. hát azért lettek eladva a zsinagógák. folyamatosan mert... a hitközség igazából... Amerikai pénzből, joint pénzből. Bőlejött. működött, tehát éppen csak, hogy fenntartotta a szervezetet, és folyamatosan, amíg volt, adták el a zsinagókákat, egyébként rettentesen alacsony árakon, mint tudjuk. Hát gondolom, ez, ez, egy kicsit ez, komplexen ez, volt. Ez, ennyi. ez nem egészen így van, ezt nem maguktól adták el. a eladás volt, a kézzárel, volt és mindig azt mondtam, és azért nem mutogattam soha rájuk, ez is egy bűnöm volt, mert én megtanultam, hogy visszafele nem érdemes mutogatni, a másik pedig az, hogy ami, ami, ennél borzalmasabb, hogy tulajdonképpen a, a atyák bölt Tanításaib tanításaiba van egy mondat, amit magyarul ha úgy tudom elmondani, hogy ne ítéld meg embertársadat, még nem voltál a helyébe. Így van. Tehát... Igen, szóval nem volt jó meg rossz döntés annak idején, nem csak két rossz döntés. De azért nézd, voltak kivételek, hagyj nincsen meg a akkori nagykörösi elnököt, aki a Ferdmájer Péternek volt az édesapja, egy nagyon jó nevű ügyvéd, aki nem engedte, hiába mentek le, nem és engedte, közölte. Ennek érdemében van meg ma is a zsinogóga. Igen, között, hogy nem adja azt, hogy akkor nem kaptok egy fillét se, se a temetőre, se a zsinagógára, nem is kaptak soha. Ezt a Ferdmájer család tartotta el, ők csinálták. Kió, és az akkor azt mondod, hogy mi, kérdeztem, hogy mi volt a fejedben, amikor meg, megérkeztél és láttad a Igen, nagy Igen, hát álltam a liftnél, és nem mentem liftel, hanem fölgyalogultam a harmadik emeletre, és ha tetszik, hanem szégyelem megmondani. Így jöttek a könnyeim. Tudni, én azt éreztem, hogy hát ezek neveltek engem, én nekik köszönhetek, hogy élek. Hát a itt község nevelkedtem, tulajdonképpen uh -huh. négy évet ott voltam. És én így dolgozhatok, ez olyan, mert. Úgy hát hogy már ilyen... megtanultam, uh -huh. hogy. Hát, nem kell Nem kell érzelgősnek lenni. Hát... És mi volt az első olyan? Ö, mert ugye minden változott körülöttetek, az egész ország, az egész világ felfordult, és ebbe pont te belekerültél hirtelen, mint, mint miok, vagy van, az az a az az szerencsés sz... időben, jó időben és jó helyen volt. Az Mi volt az első olyan dolog, amikor úgy 90-ben, vagy 91-ben, amikor, 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 amikor úgy érezted, hogy most nagyon nagy dolgok vannak a kezedben, vagy tényleg tudod formálni Első a kezdve éreztem. Láttam a tönkrement zsinagógákat, a romos zsinagógákat, és ez el, az első dolog, hogy elkezdtem építeni építkezni. Nem egyedül, persze, hanem munkatársakkal, olyan munkatársaim voltak, akivel ezt lehetett csinálni. Szóval a célkitűzés az volt, hogy az infrastruktúrát rendbe rakni. Hát nézd, annélkül fölépíteni. nem ment. Hát a kórházat kellett fejleszteni, a szociális otthont kellett, hát iszonyú állapotban voltak ezek, ezek szükségépületek voltak. És hát ezek, akkor szerencsém volt, jó helyen voltam az akkori egyházi államtitkár, már nem emlékszem a nevekre sajnos. Az Most ér... beszélünk az Antalkormány idején, ugye? Hát az első, első, első kormány. kormány. Az Antall kormány, igen. igen. Uh -huh. Aztán valahol kor polgármester lett, találkoztam vele többször. Kuszti, az egyik vád, vagy nem is vád, hanem az egyik érv a te, amúgy szerintem, és tudod, hogy azért a múltban voltak, hanem is konfliktusaink, de időnként nézeteltéréseink, de a baráti viszony az mindig megvolt. De az egyik vád veled szemben az az volt a hiszen belül is, a mazsihiszem kívül is, hogy te nagyon, és szerintem érthető módon különben, de nagyon nagy hangsúlyt tettél arra, hogy a hiszen kívül ne legyen más zsidó ö, ö, vallási szervezet, vagy képviselet, vagy nem is tudom, mi a jó kifejezés erre. Hogy ö, nem is tudom, hogy mit akarok kérdezni ezzel Hát, hogy ez miért vagy, volt ahhoz képest, miért képest, hogy ma volt, már hogy alakult. A... És hmm. tudom, hogy ez most nem csak, a mi, nem csak az emik kontextusában, jóval korábban ezek a kérdések mint felmentek, és reformán... gondolom, hogy nem lehetett könnyű egybe tartani ezt nem, a közösséget. Nem, az az igazság, hogy bentem az áron, Ez egy irányzat volt Tamas Isznél. Uh -huh. Uh -huh. Ez egy irányzat volt, Uh, Egyébként, mik voltak a legfőbb érvek mindenféle egyéb, zsí, mondjuk reform zsidószervezettel való együttműködéssel a reform, szemben? A, a, abszolút negatív volt akkor a véleményem. értem, te azért alapvetően itt a neolograbbiknak a, a iránymutatását követted, nem? Tehát, hogy eb, eb, nem akartál velük ebben. Ne, nem, nem, nekem nem volt a rabbikkal konfliktusom. Igen. Senkivel, jó, arra. még a rajjal mm. sem, senkivel nem mm -hmm. volt konfliktusom, nem, hanem. És hogy lehet ezt elérni? Egy ilyen közösségben, ahol mindenki jobban tudja, mint a másik, és nem csak a mazisztra gondolok, általában a mi kis zsidó közösségünkre, az hogy lehet elérni, hogy ezt úgy, így majd most, mai szemmel visszanézve, a 90-es években az úgy egybe tartottad a dolgokat? Nagyon nehéz erre válaszolni. Megvoltak az anyagi forrásai, megszereztük az anyagi forrásokat, akkor már állami támogatás is valami volt, növeltük a nemzetközi. Jelenlétet. Részt vettünk különböző dolgokba. Én akkor a Európai Kongressznek voltam a végrajtóbizottsági tagja. Tudtunk pénzeket szerezni. Tudtunk pénzeket szerezni. És mondom, az állam az partner volt. Hát a kórháznak az első felújítása, most a nagy átalakítás, ami megy szintén állami, teljesen állami költségbe. A zsinagógák, mi 16 zsinagógát újítottunk meg 10 év alatt. Ő Tehát. 90 után, még 10 évben. Az első volt ma. a Dohány templom, és aztán sorba-sorba vasvári minden. Hát emlékszem. Igen, igen Mondd is, igen, igen. közeledünk sajnos a... Igen, és, és van egy hallgatói, hallgatói kérés leg... is hozzá. Még és azt most, van. Van, most, most kezdtünk a legizgalmasabb dolgokba eh, eh az érkezni, hogy mi volt az a... Vissza tudsz emlékezni, hogy volt-e olyan pillanat, mondjuk amúgy a nagy politikával való, mert ugye ez a zsidó kérdés, vagy a, a kárpótlás, az antiszemitizmus, sok minden előkerült úgy a, a szőnyeg alól. Cionizmus. A, a 90-es évek elejét, hogy volt-e olyan pillanat, amikor úgy, úgy, úgy érzed, hogy most dilemma van, most, most nem tudod, hogy mit kérdés. Kéne csinálni, vagy hogy vagy bizonytalan voltál, hogyan kéne dönteni. Hát jó, hát akkor beszéljünk, mert öt percünk van hátra, hogy mazsi való lemondásod azért. De, de nem is, akartam ennyire. Megmondom lesz. őszintén, nem volt, annyira nem, 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 nem is volt időnk ezzel foglalkozni. Nem, mi akkor, az volt a vezetőtársaimmal együtt, egy nagyon jó társaság volt, öh, sajnos már a legtöbb nincs közöttünk, meghalt, a végre lehetett hajtani ezeket a dolgokat. Na most nem volt olyan közgyűlés, én meg akartam szavazni, azt nem ne tudtam volna megszavazni. De olyan, ami magadban különben dilemma volt, tehát nem tudom én, például a kárpótlás hogy hogyan kellene a, az államosított ingatlanokkal szembeni járadék kért? Slomo, te is részt vettél azon a bizonyos három nevű államtitkárral az értekezleten, aminek nem jut eszembe a neve, illetve most már eszembe jutott, csak megint nem tudom te tudod, ki az... gondolsz, azt hiszem. Kire? gálondás, gálondás Leventére. Levent -e, akit a te jelenlétedben, én még az arcodat is látom most is, amit <laughs> akkor vágtam, mert azt mondtam a, a gálondás, mert az államtitkár úr, amit maga csinál, az csak Mengele mente, meg csinál Nem Mengele a Eichmann mert Eichmann? a magyar zsírókkal. Oh, yeah. Ennek szegény nem örült. Gondolom. Nem törődött vele. Nem Jó, Nagyon egy kicsit túlosztálott én az na, nagyon... Egy kicsit túlosztálott. Nem akarom uh, ezt az akkori vitát túl, visszahozni. Túl, 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 túl. Szóval, szóval lehet, hogy -e volt a működésnek. Hogy Akkor gyorsan, gyorsan szaladjunk. Ha tudsz adni két-három perces magyarázatot, hogy a lemondásod körül mindenféléket beszéltek, hogy itt sikasztások történtek a mazsi de nem volt komoly, belső válság van, és egy hosszú megbeszélés után felálltál és nem mondtad Nem így volt. Nem így volt. Nem így volt. Egyébként titkosítva van az anyag. Ez 2014. Hát most 6 hat éve, hat hat éve. éve volt áprilisban. És uh, csináltak egy át, teljes átvilágítást, amiben egyetlen egy olyan mondatot nem találtak, vagy nem voltam, mert engem felül lehetett volna vonni. Hát, Akkor miért mondtál Várjál, mert akkor a helyzet ja, Nem akartam nevet mondani, Na, de sajnálom. Kicsúszott. Tehát akkor azt mondták nekem ott ezen a bizonyos úgynevezett tettemre híváson, a hárman voltak rajtam kívül, mindent elismertek az elmúlt 27 évnek, hogy mi mindent csináltam, ezt rajtam kívül senki nem tudta volna, csak dicsértek. De Ambe. ami most kell, az ma már oda sem én sem mondta az illető, sem te nem tudod végrehajtani. És akkor én kiéreztem. Egyébként akkor már 80. évenben voltam, és én akkor már bejelentettem, hogy nem indulok a következő igen, választáson. Aztán, igen. És akkor azt mondtam, mit akartak, hogy mondjak le. Igen, igen, igen. És akkor az egyik ügyvéd kollega elővette a táskájából. Már ő volt készítve. Minden meg volt. Szóval bocsánat, ez az ítélet nem a vallomás, értem. Ez is meg volt. És utolsó, akkor, perc igen. ]ja, igen, utolsó perc, azt kér a hallgató, beszélj légy szíves a rokszínházról, miért? A rokszínházról? A, rokszínházról. a rokszínházról. Gyorsan váltunk az utolsó. Igen, Hú, kettő percünk van. Csináltam a roxínházat, fölkértek a minisztérium, mikor alakultak a, a, a hogy hívják a, a roxínáz és ott voltam a bölcsőjénél, a és végig. De hát nem, nem, volt nekem arra már akkor energiám. Jó, kérdezek még egy valamit, más percünk van. Ha most visszanézel, 1990-2020, és most elvonatkoztatva el tudsz a saját szerepettől, ahogy elképzelted, hogy milyen lenne jó, ha lenne a magyar zsidóság 30 év múlva, ha elképzelted, ennek mennyire felel meg ma a kép? Mennyi Mennyire tartott sikeresnek az elmúlt, magyar, az elmúlt 30 évet? Nézd, a saját szerepemről nem tudok beszélni, nem akarok, más pedig nem szeretnék. Nem, 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 az én dolgom. Kívül vagyok, hála Isten. Nem vagyok már közszereplő. Kimaradtam mindenből. Ez az első interjú, hogy vállaltam a te kérésedre, Ezt nagyon köszönöm, és nagyon értékeljük. egyszerűen jól. nem, nem. Mondjuk a Brajerik csináltak rólam két filmet, de meg van írva minden, amit el akartam mondani, azt ebbe a könyvbe én elmondom. De egy mit... könyvbe, mert ezt nem mondtad még el, De a mondtam, hallgatom. hogy írja, meg addig nyüszköltek, hogy írassanak. Ír de nem meg. adtad ki? Nem, nem. Letétbe van közjegyzőnél, azzal, hogy csak halálom után. Zoltai Gusztáv volt a vendégünk, köszönöm, köszönöm Köves Lóvos Rabbinak is, köszönöm szépen a figyelmet, köszönjük a hozzászólásokat, a kérdéseket, jövő héten ismét jelentkezünk, jövő héten Szenes Hannára fogunk emlékezni, mert évfordulója következik, vendégünk lesz Dénes Gábor filmrendező, aki Szenes Hannáról egy fantasztikus dokumentumfilmet készített. Minden jót, viszont hallásra. Csak semmi, mai Magyar zsidó történetek. تاک شم می